Ilyenkor szezonkezdéskor nagy a játékos mozgás a csapatoknál. Nincs ez másképpen az új szezonban új névvel induló PVSK Mizó női kosárlabda csapatánál sem. Első nyilvános edzőmérkőzésükön ismerhetjük meg az Amerikából érkezett, Diósgyőrben is játszott Jody Mosley-t, a színesbőrű játékost. Már csak pénteken éjjel érkeztem, és egyszer gyakorolhattam a csapattal. Úgy érzem, minden rendben lesz. A csapat nagyon jó, és szeretném játékstílusommal erősíteni, segíteni a bajnokság megnyerésében. Nem vagyok különösebben fáradt, mert ezen a nyáron nem játszottam a ligában. Június 1-től pihentem. Tegnap edzettem először, talán túl sokat is, ezért most kicsit fáradt vagyok. A csapat tehát erősödött, és a szakosztályvezetés bizakodva tekint az idei nagy feladatokra. Sokkal erősebbek vagyunk szerintem belső poszton, tehát a center poszton, hiszen Judy Mosley-val, hogyha ő azt a teljesítményt hozza, amit 3 évig Diósgyőrben produkált, az akkori statisztikákat az ember kikeresi, aki szeretné kicsit kutakodni, észreveszi, hogy abban 3 évben a 2 legjobb külföldi a Jolka volt, és a Mosley, ahol váltogatták egymást, ki ebben volt jobb, ki abban. Mindenféleképp erősödtünk. Azt hiszem, egy bajnok és magyar kupa, egy összes csapat, hogyha azokat a célokat szereti elérni, amilyen financiális és játékos állományban való történt munkák ezt előidézték, mindenféleképp az, hogy győzelem. Meg a közönségünk kicsit bemutatkozunk, szebbek lettek a lányok, kicsit barnábbak, de viccet félretéve mindenféleképp a győzelem, ha bár egy nagyon erős csapat, szlovák jugó válogatottal, van egy nagyon ügyes orosz játékos, tehát ezen a mérkőzésen mindenféleképp az, hogy győzelem. A bajnokságban, ha esetleg kérdeznéd, akkor egyből válaszolok, ott is hát minimális célként csak az lehet kitűzve, hogy legalább a döntőbe eljussunk. A szép számú közönség a Kassa elleni idényító győztes mérkőzésen már némi ízelítőt kaphatott Judy Mosley tehetségében.